gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001-es kormányrendelet 22. paragrafusának első bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztáraknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag részére a 2010 és 2011 évre vonatkozó számlaértesítős a kifizetést követő 5. munkanapon belül, de ahogyan is említette, legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kell megküldeni. A számla értesítőnek tartalmaznia kell a visszalépő tagi kifizetett összegét, a munkavállalói tagdíj kiegészítés összegét, a munkáltatói tagdíj kifizetés összegét, a hozam garantált tőke feletti összeget, a visszalépő tagi kifizetés összegének, munkavállalói munkáltatói tagdíj kifizetés összegét, hozam garantált tőke feletti összeg kifizetésével kapcsolatban felmerülő költség összegét. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010-es kormányrendelet 3. paragrafusának 6. bekezdése alapján a visszaléptetés és visszalépés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket számíthat csak fel, csupán ezt, amelyeket a tagi követeléssel szemben érvényesített. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, következik Sós Tamás, az MSZP képviselője. Aki kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek, szakma vagy munkanélküliség címmel, Sós Tamás képviselő úr, a szó 2 percben. Úr, államtitkár úr, tisztelt ház! A képzés és a szakképzés helyzetének ügye hazánk jövője szempontjából kulcskérdés. Nem mindegy, hogy milyen alapokra történik a szakmai képzés, itt aggodalom fogalmazódik meg, és nem mindegy, hogy milyen modern tudással, ismerettel rendelkezik a jövő nemzedéke, hogy mennyire lesz ismerete versenyképes. A magyar képzés szakképzés átalakítás alatt van, bár keveset lehet erről tudni. Ugyanakkor úgy gondolom fontos, hogy a magyar hagyományok folytatása, nyitottság a világra, és egy egymásra épülő képzés gyermekkortól a felnőtt képzésig. Ezt egységes egészként kell kezelni. Aggodalom fogalmazódik meg úgy gondolom nagyon sokakban, amikor a tankötelezettségi korhatár drasztikus csökkentését szándékoznak megvalósítani 18-ról 16 évre. Ez azért is gond, mert gyakorlatilag lemondanak egy korosztályról, magára hagyják különösképpen a hátrányos helyzetűeket, és azokat, akik a tankötelezettségi korhatár befejezésig nem tudnak befejezett iskolai végzettségre szert tenni. A kamarákra építenek, ugyanakkor a szakmai szervezeteket, a többieket nem kérdezik meg, és aggodalom van abban a vonatkozásban is, hogy mennyiben folytatják a korábban megkezdett folyamatokat, így a térség integrált szakképzési rendszereket, a szakképzés fejlesztéseit, a tanulószerződéseket, de szeretném elmondani, hogy a duális képzés különböző formája is elindult. A kérdésem konkrétan arra vonatkozik, hogy miért van szükség valójában a drasztikus korhatár csökkentésére a tankötelezettségi korhatárnál, és így miért kívánják azt, hogy sereghajtók legyünk Európában ebben, hisz itt ellentétes tendenciák vannak, és a kamarákon kívül miért nem vonják be a többi szakmai szervezetet? Köszönöm a figyelmet! Csépfalvai Zoltán államtitkár úr készül a válaszra. 2 percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Szóval az ön által feltett kérdés mögött persze nagyon szomorú helyzet áll. Hogyha azt nézzük, hogy 100 szakiskolába belépő gyerekből mindössze 70 szerez szakmát, közülük pedig mindössze 20 tud rövid idő alatt szakmájába elhelyezkedni. Tehát itt valóban gyors és radikális változásokra van szükség, hogy valóban piacképes tudást szerezzenek mindazok, akik a szakképzési rendszerben vannak. Éppen ezért a szakképzés teljes átalakítása van napirenden, aminek egyik legfontosabb szempontja, hogy reagáljon a szakképzés a munkaerőpiaci igényekre. Ugye kérdésében azt teszi fel, szakma vagy munkanélküliség, azt hiszem erre mindketten ugyanazt tudjuk válaszolni, természetesen szakma, de olyan szakma és olyan szakmai tudás, ami egyben munka lehetőséget is biztosít, amivel munkához lehet jutni.
Említette a duális képzést, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy nagyon jó irány, később megfontolandó, hogy milyen további szakmákat lehet a duális képzés irányába vinni. Kritikaként említette a tankötelezettségi korhatár csökkentését, vagy vele kapcsolatos elképzeléseket. Azért mondanám, hogy a tankötelezettségi korhatár nincs szoros összefüggésbe a szakmaszerzés időpontjával. A tankötelezettségi kor elérése nem arra lesz alkalom, hogy a tanuló megszabaduljon az iskolától, vagy az iskola megszabaduljon a tanulótól. Olyan rendszert építünk fel, amikor bármikor lehetőség válik abba, hogy visszatérhessenek az iskolába, és valóban olyan tudást szerezzenek, amivel is tudnak helyezkedni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen, államtitkár úr. Következik Kolber István, az MSZP képviselője, aki kérdést kíván feltenni ugyancsak a nemzetgazdasági miniszternek, ha jól látom, ugyancsak Csíkfalvai Zoltán államtitkár úr fog válaszolni. 2 perce van Kolber úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, 2009-ben a GDP 1,15%-át fordítottuk kutatásfejlesztésre. A KSH múlt heti közleménye szerint 2010-ben ez 1,14%. Meglepő adat. A hétköznapi tapasztalatoknak élesen ellentmond, hiszen a pályázati rendszer rendbetétele során sok zárolás történt az innovációs alapból, több mint egy éve nem fizetik ki a jogos elszámolásokat, felfüggesztették a strukturális alapok kutatásfejlesztési pályázatait, a Széchenyi tervben csökkentették a támogatások intenzitását. Kutatóintézetek és vállalatok jutottak emiatt csőd közeli helyzetben. A statisztika elfedi a valóságot? Nézzünk a számok mögé. Megfordult a korábbi növekedési tendencia, csökkent a költségvetésből kifizetett támogatás. Visszaesett a kutatóintézetek és az egyetemek kutatási intenzitása. Megtorpant a vállalatok kutatásfejlesztési ráfordítása. A szinten maradáshoz nagymértékben hozzájárultak a korábbi pályázatok 2010-es áthúzódó hatásai, hiszen az első fél évben még kiszámíthatóan működött a támogatási rendszer. A második fél év megszorításai már éreztették a hatásukat, de ezek igazán az év elején tetőztek. A statisztikai adagyűjtés nem méri, hogy a pályázók milyen mértékben voltak kényszerűek hitellel, vagy saját forrással pótolni a ki nem fizetett állami támogatást. Kérdezem miniszter urat, mi az igazság? Mennyi forrás zároltak tavaly és az idén az innovációs alapból? Mennyi a tényleges kifizetetlen támogatás? Mikor fizetik ki ezeket? Nem kellene átgondolni az innováció politikájukat, hiszen a statisztikai hivatal jelentés azt sugallja, hogy jó úton járunk, miközben az egész innovációs szféra panaszkodik, bizonytalanságban él, megszakadt az innovációs folyamat, rossz irányba tart a hazai innovációs rendszer. Mi lesz a Széchenyi terv célkütőzéseivel? Köszönöm szépen, várom válaszat. 2 perces válaszadás, Csíkfalvai Zoltán államtitkár úr, öné a szó. A szó, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Szóval a 2009-ben a GDP arányos ráfordítása, K plusz F-re a GDP 1,15%-a volt, 2010-ben pedig 1,14%-a. Azt hiszem, ez egy meglepően jó eredmény. Ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen gazdasági válság és milyen pénzügyi válság vonul végig a világon, akkor ezt mindenképpen egy jó eredménynek kell kezelnünk. Mindaz, amit említett, hogy panaszkodik az a szféra, amelyik ahhoz szokott, hogy pályázatokon próbáljon megélni, azt hiszem, ez sem rossz. Azért hozzáteszem azt, hogy ez a 1,14% úgy jött ki, hogy a vállalkozások K plusz F ráfordítása és aktivitása 8,4%-kal emelkedett. Erről szól a történet. Olyan rendszer kell felépíteni, ahol a vállalkozások fordítanak minél többet kutatás fejlesztésre, és meg kell szüntetni ebben az esetben is azt, hogy különféle pályázatíró iparágak próbálnak ilyen-olyan állami támogatásból megélni. Tehát ezért, ahogy említettem, a finanszírozási rendszer átalakításán dolgozunk, és ez az arányszám, amiről szó volt, az 1,14, és az, hogy a vállalkozások K plusz F ráfordítása növekedett 8,4%-kal, ez szerintem egy nagyon jó irány arra, hogy el lehessen érni az 1,8%-os GDP arányos K plusz F ráfordítást az évtized végére úgy,
hogy azt zömében a vállalkozások tegyék meg. És akkor még egy adatsorral, mert említette itt a zárolásokat. Ugye a szocialista kormány 2009-ben az innovációs alap számára 20 milliárd forint összegű maradványtartási kötelezettséget írt elő, 2010-ben pedig az alap költségvetési támogatásának összegét 8,6 milliárd forinttal csökkentették. Tájékozhatnám tisztelt képviselőt, hogy az új kormány alatt ugyanakkor 2001-ben az alapból 38 milliárd forint kerül kifizetésre, amelyből közel 8 milliárd már meg is történt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, a kérdések és válaszok időszakának végére érkeztünk. Nincsen több idő több kérdést föltenni. Mielőtt negyed óra szünetet rendelnék el, miután ma már nem vezetek ülést, ezért a nyárra kívánok önöknek kellemes pihenést. Hogyha hiányoznék valakinek, akkor itt a dolgozószobámban, a szegedi szabadtéri játékokon, esetleg valamelyik ifjúsági fesztivál koncertjén, vagy a Badocsonyi strandon egy jó fröccs mellett látom önöket szívesen. Kellemes nyaralást kívánok, de ne felejtsék el, hogy negyed óra múlva még visszajövünk, és éjszakáig, vagy legalábbis kora estig szavazunk, úgyhogy negyed órás szünetet rendelek el. A telefonszámom mindenhol ott van, utoljára a Kuruc infón jelent meg.